Az eszeveszett Benelux túra nem jöhetett volna létre a Continental nélkül, ami hidegben, melegben is az úton tart, ráadásul most még promóció is van, garantált értékes ajándékkal. Nem voltam Amsterdamban, meg nem voltam ezen a vidéken soha. Úgyhogy lehet, hogy sokan csodálkoznak, hogy ez nekem miért tetszik, de nekem ez az első. De jó! Szóval ígéretünknek megfelelően meg is érkeztünk Brügge-be. Belgium egyik legizgalmasabb városába, és amit egyébként hívnak Belgium Velencének is, pont azok miatt a csatornák miatt, amik átszelik a várost. És hogy mi az a Belgium, azt most nem fejteném ki, mert erről már egyszer hosszasan meséltem, amikor Brüsszelben voltam, és tényleg elég bonyolult a történet, és nehéz kihámozni, hogy itt mi mivel függ össze, de a brüsszeli adást azt itt tudjátok megnézni. Ma alapvetően ezzel a csodálatos Brügge-el fogunk foglalkozni, ami Ralphine szerint egy... Az a város olyan, mint egy kibekult tündérmese. És akkor most megpróbálom összefoglalni, hogy Brügge mitől lett ilyen baromi szép és baromira izgalmas város. Két percben. Indítsunk egy stoppert, vagy csak próbáljunk benne maradni az időkeretben. Szóval Julius Caesartól indítunk, mert az ő hadjárata után építettek itt először várfalakat, de a jelentőségét a 12. században nyerte el ez a település, mert ide jött egy rakás angol gyapjúkereskedő, ide jött a Norman gabona, és a Hanza kereskedő hajói is megjelentek a városnál, mert hogy akkor még tengerparti település volt Brügge. De nem akármilyen tengerparti város, hanem a Hanza városok közül is kiemelkedő gazdasági jelentőséggel bíró, éppen ezért a hanzások is ide telepítették az egyik irodájukat. Aztán a 13. században megjelentek a velenceiek, a firenzeiek, meg a genovaiak, és mindenki itt kószált a környéken, mert hogy mindenki itt akart kereskedni, és hát ennek megfelelően a középkorra ez lett Észak-Európa leggazdagabb és legnépesebb városa, 40 ezer lakóval, sőt az első könyvet is, az első angol nyelvű könyvet is ezen a településen nyomtatták, és a világ első tőzsdéjét is Brügge-be hozták létre, méghozzá egy Van der Beurs nevű fickó, és innen ered a Beurze szó. Tényleg? Aha. A Beurze. A Beurze, Van der Beurze. Igen. Aztán a későbbi évszázadokban feltöltődött a tenger és a város közötti terület homokkal, úgyhogy hát Hanza városként megszűnt funkcionálni, fokozatosan elvesztette jelentőségét, és a 17. században már egy kevéssé ismert és tökéletesen perifériára szorult város volt Brügge, amit a 19. században fedeztek fel, képzeld Robi, a turisták. Szóval onnantól kezdve elkezdtek ide jönni az angolok, meg a franciák, hogy milyen kis csini dolog ez, mert hogy a tehetős nyugat-európaiak már az 1800-as években turistáskodtak, és a 20. században visszanyerte régi fényét. És Jan van Eyck szobra pedig azért található itt, mert ő is Brüsszelben született. Az Arnolfini házaspárról ismerhető. Meg egyébként is a korszak meghatározó festője. Tudod, amikor így állnak közösen a zöld ruhás nő, neked is megvan. Ugye? Amit hiányoltam, de most akkor megjött, hogy nem láttam az üzleteket, nem voltak üzletek, ugye? Mert eddig még mindig befelé tartottunk a legbelvárosabb belvárosba, de most már itt vagyunk. És itt vannak Európa legmagasabb kőtornyai, és van harangjáték is, szóval a harangtoronyban összesen 47 harang van, és ezek kezdenek el játszani, amikor a város teljes munkaidőben foglalkoztatott harangozója elkezd rajtuk játszani, mert ilyenje is van Brügge-nek. Lambert. Harangozó Lambert néha harangjátékot ad. Próbálunk levadászni egy ebédet, mindenki sült krumplit eszik, és állítólag ebben az utcában van az egyik legjobb brüzsi sült krumplizó. A piac téren pedig árulnak grill csirkét, és ezt a kettőt, ha összerakjuk, az már egy normális étel. Azaz. De ez nem egy ilyen lánc. Lehet, hogy úgy néz ki. Várj, és az van ráírva, hogy a legjobb sült krumpli. Lehet, hogy ez nem a legjobb sült krumpli, hanem a legjobb sült krumpli nevű hely. Vegyünk egy ilyet, aztán kész. Ezért legalább nem kár, hogyha kihűl. Yes. That's the plan. Thank you, bye! Na, figyelj, most olyanok leszünk, mint a Jancsi és Juliska, hogyha valaki követni akar minket, akkor a lepotyogó french fries darabok azok majd segítenek neki célba érni. És arra gondoltam, hogy hát együk meg ezt a piac téren. A piac tér az Brügge-nek a központja, ahol a csodálatos tornyok is megtekinthetők, a főbb épületek, és ott most óriási élet van, mert hogy mindenféle kaját árulnak, zöldséget, húsokat, sajtokat, és persze grill csirkét, ami ott sül frissen.
és oda hát a combokat lehet venni, meg hátat, meg vonatot, kedvezményesen. Nem, tényleg jól néz ki az egész, úgyhogy leülünk oda valami kis kút partjára, és ott elfogyasztjuk ezt a fejedelmi belga csemegét. Jó. És ugye jó az emberek tekintete szende, ha hú, ha. Ugye jó ötlet volt. Egy nagy adag sütrumpit, és mindenki össze-vissza fossa magát tőle, pedig ez csak egy adag fagyasztott, majd kiolvasztott sütrumpi. Kikérem a csirkét, hadd én keresni neked egy pozíciót, mit kérsz, combját, vagy szárnyát, vagy combját? A pozíció az itt legyen ezeken a felülő cuccokon szerintem. Ja. Mi a megölnek? Itt vannak a csirkék, hogy mik ezek? De nem ez a csirkék. Hát csak a bénák esznek itt csirkét. Tér másik oldalán vannak a jó csirkék. Na ez itt milyen? Teljesen jó a csirkék. Mit hozok neked? Ott a csirkék. De hát ez egy 40 perc. Dehogy 40 perc, nem egy gyorsan. Jó, hozok egy-egy combot akkor. Egy-egy combot? De egy ilyen teljes nagy combot. De mennyit akarsz ezt zabálni? Megadtam neked egy egész csirkét. Ne. Reggel még kapirgált. Persze, most én vagyok megint hát a nagy étkő, ugye? Hát te akartál egy kiló kaját megenni, tessék, itt van egy kiló csirke. Viszont ez a legjutányosabb kajálás, ami létezik, és nem McDonald's. 10 euró volt a sült krumpli, ami úgy olcsónak tűnt Brüsszben, viszont így, hogy mellé rakjuk a 10 eurós teljes csirkét, ne. De így már nem annyira olcsó. Ugye egy kis adag 10 euró volt a teljes csirke. 10 euró, és még de szép is vágta. De többbe kerül egy grill csirke a kikapartóval. És ez olyan jól néz ki. Mutatom, figyelj. Tessék. Nem adtak egy darab izét se, ugye? Nem adtak egyetlen szalvétát sem, úgyhogy nagy szarban leszünk, ha ezzel végeztünk. De most nagyon jóban vagyunk, mint egy falusi csirke. Mint nagyanyám csirkéje gyerekkoromban. Zsírban forgatott. Tudod, mit tudok erre mondani? Mondjál már, mit tudsz erre mondani? Őszinte. Na, de az őszinte az a lesajnáló. Nem, az őszinte nálam az az, hogy nagyon jól tudja azt, ami valójában. Tehát őszinte. Egy jó grill csirke. De egy hangulatosan. Egy szó szoros értelmében jó grill csirke. Csak nem átvitt értelemben jó grill csirke. Az is nagy előny Észak-Velencéjében a valódihoz képest, hogy itt nem szólnak rád, hogyha a legprominensebb helyre leülsz, kiülsz és eszel, mint egy palac. És emlékszel a luxemburgi public WC-re, hogy az micsoda egy minőségi cucc volt? Igen. De ez nagyon jó! Nagyon jó, igen, nincsen túl bonyolítva. Tehát de szarád! Ez egy... Figyelj, ez nagyon jó! Ez egy panorámás public WC, mert hát, hogy az van, hogy... Hát amennyiben vannál, de zsebtükör, igen. Nem, arra gondolok, hogy mindenki figyelheti, ahogy végzed a dolgodat. Tehát, hogy nincsen oldaltakarás, semmi, és hogyha nem középen állsz, akkor tényleg mindenki végignézi. Ez nagyon jó, én ilyet még nem láttam, ez nagyon király. Ez viszont inni is lehet. Nézd. Az arra való, ez a pisilős. Ez olyan, mint a tengerparton, csak kicsit undorító. Most az van, hogy elkezdett esni az eső, de nem csüggedünk, mert hogy a közelben van egy csokibolt, és miről híres még Belgium a sült krumplin kívül? Hát a csokiról. Méghozzá a belga csokiról. És itt belga csoki van. Igazából itt minden csoki belga csoki. Hogyha itt egy Snickert megnyitsz, az is belga csoki. The dark milk over. Thank you. Kár úgy becsomagolni, meg 2 perc múlva nem lesz belőle semmi. Thank you. Thank you very much. Most el akarunk menni hajókázni. El is megyünk hajókázni. Mi lenne, ha hajókázni? Ezt közbeernénk a csokoládét. Jó ötlet. De én addig nem bírom ki. 3 perc múlva ott vagyunk, és úgyis ott fogunk sorbálni 47 percet. Jó, akkor legyen az. For pigeon towers. Pigeons were in the Middle Ages the fastest way to send an email. And on our left side here we have an enigma. Is it the lady who has problems with her contact lenses? Or is it the lady who has lost her clothes? Nobody knows. Well, one thing for sure, she's naked.
nézd. Azért nagyon tud ez a csávó. Így kávézzál Brüsszben. Aha, itt nincsenek autók. Csak egy 33.510 köpcent is. Na, figyelj, ez a csávó úgy tulatott pótkocsival. Folytathatjuk. Ó, jön vissza. Akkor ő honnan jött? Vagy ezt miért csinálta? Hencegésből. Hogy meg tudja csinálni. És hova most jöttünk, az talán Brüssz egyik legfurább helye, méghozzá Szent Anna templom, amit az Adornes család építetett a 15. században. És ez azért nagyon különleges, mert hogy a családot mélyen megérintette a Szent Sír templom. Ugye ez a Golgotára épült, arra a helyre, ahol Jézus keresztre feszítették, ahol meghalt és ahol fel is támadt. És szóval annyira megtetszett nekik a templom, hogy megkértek néhány művészt, hogy copy-paste-eljék le egy az egybe az egészet, és hozzák kell ide Brüsszbe, és bent ezt tekinthetjük meg. De vannak bent szívek is, meg mármint, hogy igazi, már elmondom, ott megy, gyere. És 10 euró a belépő per fő. Ez eddig a legdrágább belépünk. Mit köszönöm? Yeah, please. Thank you. Tudod, ide rül ki, hogy a család, aki építette, az a mai napig itt székel. Ők léteznek. A 17. generáció még mindig él, és hozzájuk ment a 20 euró. És az Adornes családról azt kell tudni, hogy ők genovaiak voltak. Na és szóval, hogy Genovából érkeztek ide 1300-ban, viszont a század végére már olyan szinten integrálódtak a helyi társadalomba, mert hogy kereskedők voltak, vagy politikusok, hogy hát a legfelsőbb körökig is eljutottak Brüsszben, és 1423-ban született meg Anselm, aki a leghíresebb tagja volt ennek a családnak, és az ő élete során épült fel ez a templom is, már az apja kezdte el építetni, de a lényeg az, hogy ő polgármester lett, és ő volt a felelős a skót-flamand kapcsolatok javulásáért. Aztán megölték Skóciában szegényt. Oh. Szomorú história. De még mindjárt előkerül ez a sztori odabent. De ez nagyon... Hogy egy kereskedő család ugye milyen sokra vitte? Tehát ez nem egy királyé, hanem egy kereskedőé. Oké, de hogy ez jellemző, ez a fajta templom style. Erre felé, mert én ilyet még nem láttam, hát nagyon inkább tetszik. A Közel-Keletre, tudod, meséltem, hogy ez a Szent Sír templomnak a másolata. És hogy hát elég spéci templom, ugye eleve koponyák vannak mindenfelé. Ott bent megtekinthető Jézus Krisztus holttestének képmása. Ki? A sziklában, a barlangban. És a sírban pedig elvileg Anselm szíve van. Mert hogy azt sikerült visszaszerezni Skóciából a halála után, amikor a helyi politikai cselszövésnek és csetepaténak lett az áldozata, a vétlen áldozata. Szóval egy kicsit Anselm is itt van velünk. Figyelj, 2 euróért tudunk inni egy kávét. Ez tényleg nagyon barátságos. De a legnagyobb élmény az meg az, hogy mi vagyunk itt most úgy egyedül, tehát igen, hogy addig, amíg itt vagyunk, az urak. Ez a miénk. Ez zárva van, Robi! De most mi? Ez a kórház. Ez egy templom átalakítva kórház? Ez eleve kórház volt, szóval ez itt a... Kórház? A Szent János kórház, ami nem egy tipikus kórház, mert hogy ez már múzeumként funkcionál, de olyan múzeumként, ahol egyszerre tudod megtekinteni, hogy a 12. században milyen barbár eszközökkel próbálták az emberek életét megmenteni, és vannak oda ment mindenféle műalkotások is. Például az egyik elmeséli Szent Orsolya történetét. Jaj, de kedves! Hallottál már Szent Orsolya történetéről? Persze, hogy mindenki hallott róla. Aki esetleg nem hallott volna róla, jó. Szóval ő egy csodálatosan szép hercegnő volt, akit össze akartak adni egy barbár herceggel, ő azonban nem akart összeházasodni vele, ezért elszökött a Frigy elől, de nem egyedül ment, hanem 11.000 szűzlánnyal. És össze-vissza kavirnyáztak mindenfelé Európában, eljutottak a pápához is, aztán fogták a pápát, akkor már vele indultak tovább, meg a 11.000 szűz, de nem történt semmi ilyesmi, vagy legalábbis nincsen kerül feljegyzések, azonban belefutottak Attila a hun seregeibe. És a barbároknak én nem tudom, hogy miért az jutott eszükbe kapásból 11.000 szűzről, hogy le kéne őket mészárolni, de hogy egy nap alatt megölték az összeset, kivéve Orsolyát, akibe beleszeretett Attila és feleségül kérte, azonban Orsolya azt mondta, hogy a másik barbárhoz sem mentem hozzá, akkor miért mennék pont te hozzád, mire nyílzápor lett a válasz, és akkor meghalt Orsolya is.
Szóval ilyen nagyon szomorú történet, de minden esetre itt megtekinthető egy műalkotáson ő is, meg az is, hogy hogyan próbálták annak idején az embereket megmenteni. Ami inkább az eutanázia egyik módja volt, az aktív eutanáziáé. De most zárva van. Se baj, annyi látnivaló van még itt Brügben. Na és ez itt a Szentvérkápolna, és most bemegyünk oda. Megbeszéltük, hogy ha elmegyünk hajókázni, akkor azt csináljuk, amit én akarok. Azt is csináljuk. Annélkül, hogy duzzognál, mint egy ovis, aki elejtette a nyalókáját. Yeah. Oké, okay, nem duzzogok. Szóval, ott fent, az oltárnál van egy üvegcse, amit egy flamand lovag hozott a Szentföldről. Az üvegcsében. Tudod, mi van benne? Nem tudom, mi van benne. A legenda szerint Jézus Krisztus vére van benne. Innen kapta a templom a nevét. Tényleg? Pár csepp alvat vér. De állítólag az évek során többször csepp folyós volt. Az alvat vér csepp folyós lett. Ó, tényleg? Szóval én most felmegyek, és megérintem az üvegcsét. Jössz? Muszáj! Hogy muszáj-e? Ez csak Jézus vére, bazd meg! Dehogy is muszáj, már miért is lenne muszáj? Hát bemegyünk. Jó, igazából ez az Erőszakik című film egyik leghíresebb jelenete, aminek az eredeti címe ugye In Bruges, vagy Bruges-ben, és tényleg igaz a sztori, tehát hogy tök jól festette le a főszereplő, hogy miről is van odabent szó, viszont filmezni nem nagyon lehet. Szóval, hogy tényleg itt van ez az erekje, és tényleg azt mondják, hogy Jézus vére van benne, és tényleg a Szentföldről érkezett, és tényleg időnként cseppfolyóssá válik állítólag a szilárd vér, és állítólag ez tényleg Jézus vére. De ennél sokkal közel kamerával nem fogunk jutni hozzá, viszont hogyha már itt vagyunk, akkor nyilvánvalóan oda megyünk, mert hogy ez egy nagy élmény. Úgy néz ki, mégis lehet filmezni, de a fiola nincs elől, hanem el van rakva. Viszont ha előszednék a dobozból, akkor még nem filmezhetnénk. Tehát, vagy látod, ez olyan, mint a Schrödinger macskája. Szóval, hogy vagy látod, vagy filmezed. Akkor filmezheted, ha nem láthatod. Tehát akkor marad a fejembe filmbe? Aha. De, amikor itt voltunk Dórával és a gyerekekkel, akkor egy hölgy fogta a kezében. Fogta? És, hát így ott volt nála a doboz, és akkor elé lehetett járulni, és meg lehetett érinteni. Szóval, hogy tényleg létezik, nem kamu. Ja igen, ferde a torony. Szóval most felmegyünk a Belfort toronyba, ami a legmagasabb pontja Brügesnek, és ahogy a csónakban is felhívták rá a figyelmünket. Így felénk és el. Igen, tehát dől ez mindenfelé, csak arra nem dől, amerre nincs. És készen állsz egy jó kis mászásra, haversrác. Muszáj. Hát most megint elkezdjük először. Hogy muszáj-e? Hát... Dehogy is muszáj, mert miért lenne muszáj? Na, figyelj, mi van Samu, hova rohansz? Hát a második uzsonnádra. Igen? Na, nálad a lemmasz? A lemmasz az nem marad, bakker. Basszus. Én megyek vissza, értem, hogy jelent. Ezt a rohadt küldetést. Várja. De már is pihenni akarsz? Most látszik, hogy hol vagyunk, szóval innen indultunk és itt tartunk. 55 lépcső mögöttünk, 311 előttünk. 220 valamennyiben fölfelé. Na gyere. Egyharmadon vagyunk túl, kétharmad hátra. Figyelj, hol van Krug? Vagy mi ez? Kurgán. Az jöjjön ide fel, nem? Kurgán? Aha. Ja, Lambert. Ja, igen. Lambert, igen. Mert hogy ugye azt hallottuk, sőt el is mondtuk már, hogy itt van harangozó Lambert, aki saját kezével játsza fent most ezt a harangjátékot, és naponta 6-szor megy fel a toronyba bimbammozni, és most éppen fenn van. Lehet, hogy el tudjuk csípni Lambertet. Vagy Lambert. Álltok, van fenn WC. És akkor nem kell levonni. De akkor minek jön le? Tehát miért nem rendezkedik ott be? Mert a WC nem lehet enni, meg aludni. Na jó, vissza egy laptopot, nézi az HBO-t, nézi a hidat, mit tudom én. 83 méteres magasságban vagyunk, ami kb. Ilyen 25-30 emelet otthon. Annyit másztunk meg. Úgyhogy jók vagyunk, büszkék lehetünk magunkra. Én azért mennék le minél előbb. Igen? Ja, a ferdessége miatt? Hát, vagy a 800 év az, igen, 800 év az ugye garancia arra, tudod, az mint a tőzs, de hogy az eddigi grafikon az nem, ja, az eddigi nem garancia. Így van, így van. Tehát az, hogy ez holnap ugye eldől, akkor ugye arra az lesz az érv, hogy most mit csodálkoztak 800 évig át. Mire számítottatok, hogy mégis? Thank you.
Jó, várjál! Mi van? Az, hogy rossz az információ, amit tudok. Na? Azért, mert ott van, hogy Lambert 2008-ig volt, és 2008-tól 17-ig volt Delo, és 2017-től Bertelút Wim. Aj, mi van a jó Lambert-el? És ki ez a Bertelút Wim? Ő az. Öt kell keresni. Bertelút Wim, ő az új harangmester. Tessék, 17 óta. Elvileg ez a második legöregebb sörfőzde, sörözde, sörizé brűsbe. Várj, ott van, nézd, 17 és fél euró a kóstoló menü, hát hajrá. Szóval azt tudjuk, hogy Belgiumban nagyon sokféle sör van. Konkrétan, ha minden nap meginnánk egyet, akkor 10 év alatt érnénk a végére, mert ilyen 3600 vagy valami ilyesmi, és ebből most Robi meg akar próbálni néhányat, úgyhogy kivel kéne, hogy leállítsam. Próbáld meg! Na, most csak ide. Figyelj, van egy alkohol. Mit tudunk a különböző sörökről? Semmi, ki volt írva, mondta a srác, hogy föntről lefelé ott van az összes sör, de... Ígyjuk, az kész. Most az, hogy ez a Benger köfte, ez meg a Henger mögte, most igazából tök mindegy, nem? Egészség, milyen lett az alkoholmentes sör? Hát, alkoholmentes. De jó, olyan... A sörnek jó. Ez valami gyümölcsös. Nekem ízlik, nekem nagyon ízlik ez is. Figyelj, frankó, nagyon jó. Ilyen, nem tudom mit történt a második kupán. Ez valami világosnak tűnik. Ebben rengeteg alkohol van. Negyedik mintánk? Negyedik. Nagyon érdekes, az előző volt eddig a csúcs. Oké, tehát elindultunk lefelé. Nagyon érdekes, nagyon, nagyon ilyen... Tudod milyen ilyen... A sörszerű? Árpás malátás kumlós utóíze van nekem. Tudod milyen utóíze van? Mint a lószarra. Nem, mint a csemege uborkának. De rohadt jó. Mintha valamilyen citromos stroganov húst készítettél volna egy dúszos üvegben. Most mentél a kedvem az egésztől. Azt kimosod belőle, mint hogy takarodjon el belőle minden íz. Felöntött sörrel és iszol finom barna sört. De hát ez okádékul hangzik. Egy ilyen citromos stroganov alapíze van. Kucsó. Na figyelj. Ez olyan, mintha a zöldségeket hagytál volna benne. Jó is. Egy pici gyümölcsel. Uh-huh. Avokádóval talán. Uh-huh. És moslék íze van. De hát ez nem. Vegán moslék. Figyelj. Jó, oké, akkor mit tudunk? Mit tudunk? Azt tudjuk négyes. Mondani, hogy a négyes nem hozzá képest, hanem amúgy is igen, nagyon. Az jó volt, a négyes jó volt, meg a kettes. A barna meg a négyes. Akkor ez volt éreztük. A kedvencünk. Ezt jól éreztük. Triplen OS, ez volt a kedvencünk, ugye? Aha. Hát abban volt alkohol, te? Volt. 8%. Volt. Főleg úgy, hogy ugye indultunk az alkoholmentessel. Na, hát ez jó van, ezt tudjuk ajánlani? Ezt tudjuk, figyelj. Ez egy jó program, itt a Burgony. Brewery. Ja? Burgagne des Flandres. Jó, amiről viszont nem beszéltünk, a hírességekről. Ki a leghíresebb belga? Jean-Claude Van Damme. És ki a leghíresebb brüzsi? Ki? Louis de Funès. Picasso. Dr. Genya. Brüzsi. Igen, amikor próbálnak egy bűnözőt nagyon hülyének beállítani, akkor az mindig belga. Tényleg? Dr. Genya, belga. Tényleg? Sőt, brüzsi. Ezt nem is tudtam. De ide való brüzsbe vagy zébrüzsbe? Nem, brüzsi. Azt a mindenit, ezt nem tudtam. Egy virtigli brüzsi. Dr. Genya, brüzsi. Thank you. Ti se gondolhattátok, hogy
megússzuk Belgiumot waffel nélkül. És Belgiumban mi lenne a csokis waffel, hanem belga csokis, igaz? De csalunk. Mivel csalunk? Hát, hogy ez... Tejcsokis? Tejcsokis. De basszus, ez tényleg belga csokis. Na figyeljetek, ez az adás ennyi, és reméljük, hogy tetszett nektek Brűzs, és én nem először voltam, de újra beleszerettem, te meg először voltál. És nagyon beleszerettem. Szóval ez egy szuper hely, és hogyha a környéken jártok, akkor okvetlenül érdemes meglátogatni, mert vannak kulturális nevezetességei, de hogy alapvetően inkább arról van szó, hogy tök jó, hogy csatangolni össze-vissza, és elmerülni a történelmi falak között. Minden esetre a videó alatt tudjátok, ott van a szponzorunknak, a Hello utazónak a linkje, amin keresztül utasbiztosítást tudtok kötni, amit mindenképpen ajánlunk, hogyha külföldre mentek, ráadásul van egy spéci promókód is, amivel december 31-ig speciális kedvezménye, 10%-os kedvezménye tudtok utasbiztosítást kötni, ráadásul a Hello utazónak van egy alkalmazása is, az, hogyha letöltitek, akkor abban mindenféle hasznos dolgot tudtok elérni, például beírhatjátok, hogy mik azok a dolgok, amiket mindenféleképpen magatokkal akartok vinni egy utazáshoz, azt elmenti az alkalmazás, és amikor menet közben rájöttök, hogy mennyire hiányzik valami arról a listáról, felírjátok, és a következő utazásnál már teljes lesz a lista. Nem biztos, hogy tudtalak követni. Nem? Nem. Majd nézd vissza lassítva. És hát itt most befejezzük, meg Belgiumot is befejezzük, de a Benelux túrát még nem, mert jövünk vissza Hollandiából. Sziasztok!